kutyussal együtt jöttél, most éppen gyalogolunk a menettel együtt, a tüntetőkkel együtt a város központjába. Milyen kutyusod van? Yorkie kutyusom van, mint annak tehát az a kutyus, akit agyon vertek. Uh-huh. És úgy gondoltam, hogy őnek is itt kell lennie, hogy jelképezze ezt a kiskutyát. És te egyébként állatvédő vagy? Tehát nem mondanám magam annak, szeretnék tenni, igen, az állatokért próbálok is tenni, és a jövőben még több mindent tervezek tenni értük. És hogyan próbálod támogatni ezt a dolgot, az állatvédelmet? Például, akit látom, hogy nem úgy etetnek, ahogy kéne, nekik próbálok segíteni tápot venni, vagy a láncon tartott kutyáknak a gazdájára próbálok hatni, hogy hát ez ugye állatkínzás. Te hogy látod, hogy mennyire, milyen kultúrája van az állattartásnak, a kutyatartásnak ma Magyarországon? Hát még mindig nem jó. Alakul, de nem jó, mert nem értik. Tehát nem értik, hogy mi a probléma. És szerintem ez a legnagyobb baj. Tehát az, hogy meg van kötve a kutya, az nem baj. És amíg ezt nem értik, hogy nem baj, addig nem is fog változni semmi. És az állatok elleni agressziót, azt hova lehet tenni szerinted? Tehát hogyan lehet ezt kezelni, vagy mi lehet ebben a jövő? Hát mindenképpen példát kell statuálni az ilyen emberekkel, hogy tényleg, hogy akinek csak meg is fordul a fejébe, emlékezzen arra, hogy aki hasonló dolgot tett, az börtönben végezte. Mert aki ugye állatot bánt, az előbb-utóbb embert is fog. Köszönöm szépen! Én is köszönöm.